Ugye az ősz a betakarítás hagyományos ideje, ilyenkor ünneplik az emberek az egész éves munkájuknak az eredményét. Sótvadkerten a születi fesztivál is már nagyon-nagyon sok éves hagyományra tekint vissza, és ha már a hagyományoknál tartunk. Fontos része kell, hogy legyen ennek a három napnak az, hogy megőrizzük mindazt, amit az őseink ránk hagytak, a hagyományokat, és ezeket a programokat szervezettel, jól mondom, vagy más is részt vesz ebben a szervezésben? Hát többen vagyunk, akik ennek a szervezésében részt veszünk, már a szervezőbizottság tagjai azok azért nagyon-nagyon sok munkát beletettek ebbe a születi fesztiválba, és többek között ugye én is van. Hát hagyományápolás, nekem a mottom az, hogy a jelenben csak úgy élhetünk, ha tiszteljük a múltat, és akkor van csak jövőnk, és akkor lesz üdvös jövőnk, hogyha megbecsüljük az őseinket. Hát már apáink, nagyapáink is tartottak valamilyen szinten születi fesztiválokat, és bizony ez most a 21. századra egy kicsit átalakult, de azért igyekszünk a hagyományokat mi is még felszínen tartani. Többek között ezen az idei születi fesztiválon már a hetek óta kint látható plakátokon toboroztuk a soltvadkertieket, úgyhogy hajrá, kedves soltvadkertiek, aki hallja, adja át, amit most én üzenek itt a televízió képernyőjén keresztül, hogy várjuk minél több fiatal és idősebb soltvadkertit, öltözzetek be népi ruhákba, amilyen népi ruhátok van, vegyétek elő a szekrényből a népi ruhákat, és vegyetek részt azokon a programokon, ahol ezek a népi ruhák csodálatosan mutatnak. Pénteken este várunk benneteket a néptáncházba. Ott egy meglepetésfeles bopot szervezünk, ahol minden népi ruhába öltözöttet várunk egy meglepetés műsorral. Vasárnap pedig a felvonuláson, illetve a kavalkádon, amit a város főutcáján, a Kossuth utcán szervezünk, ott pedig megint csak lehetőség van arra, hogy megmutassuk azokat a gyönyörűséges szép ruháinkat, amik esetleg eddig a szekrény mélyén szunnyadoztak. Úgyhogy hívok és várok minden kedves soltvadkertit a pénteki és a vasárnapi népi ruhás felvonulásainkra, illetve alkalmainkra. Ugye a hagyományokról beszélünk. Hát a legnagyobb hagyomány, vagy fontos hagyomány itt Sótvadkerten a csettegő. Csettegő találkozó is lesz erről, ha kicsit mesélnél. Hát nagyon örülök neki, és hogy most megkapja majd minden háztartás a kis szóróplakátunkat, akkor látni fogják, hogy a csettegőnek a képe található a plakátunkon az idei évben, és nem véletlenül tettük ezt, ugyanis a csettegő bekerült a megyei értéktárba is, nem csak a Sótvadkerti értéktárnak a büszkesége, hanem bekerült a Bács-Kiskun megyei értéktárba, és ezt most nagyon-nagyon szeretnénk az idei évben, hogy minél több csettegő tulajdonos mutassa meg, nem baj az, a csettegő már nem annyira szép, nem baj az, ha nincsen újra festve, egyáltalán nem baj az, ha még az se baj, ha nem annyira működőképes, hanem nagyon nagy vágyunk az, hogy legalább minél több csettegőt tudjunk kiállítani itt a Hősök terének az OTP előtti parkolójában. Oda jöhetnek olyan csettegők is, akik nem annyira működőképesek, hanem azok ott a három nap alatt állandó kiállítási tárgyként vesznek részt. Azok a csettegők, amik azonban működni tudnak, azokat sok szeretettel várjuk már szombaton a Sárközi tanyára, Sejmesbe, ott lesz egy csettegő találkozó, de ugye oda ki kell csettegni, tehát azért ez több kilométeres utat jelent. Illetve nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha ezen a vasárnapi kavalkádon, ami vasárnap délután 4 órakor kezdődik itt a főutcán, minél több csettegő együtt egymás után csettegjen végig a városunkba, tehát ne külön-külön be a lovasok közé beékelődve, hanem szervezetten együtt. Ehhez kérjük a segítségüket, hogy minél több csettegő tulajdonos jelentkezzen a plakáton található telefonszámokon, és akkor nagyon nagy örömmel szervezzük és koordináljuk őket itt ezen a születi fesztiválon. Hagyományos része ennek a háromnapos születi fesztiválnak itt Sótvadkerten, és sok más városban is a születi felvonulás. Idén várható valami változás a felvonulás kapcsán? Igen, hagyományosan megtartjuk a lovas fogatok felvonulását. Ezek az öregtó vendéglőtől indulnak, és ott van a gyülekező nekik. És most már mondhatom, hogy hagyomány, hiszen harmadszorra fogjuk megrendezni vasárnap délután ezt a születi kavalkád címre hallgató, hát úgymond mozdulj Sótvadkert megmozdulást. A legkisebbektől a legidősebbekig készülünk meglepetésekkel,
és különösen várjuk a babakocsis családokat, akik a egy-egy lufival, város színeibe pompázó lufival fognak fölvonulni itt a Kossuth utcán. Várjuk azokat a családokat, akiknek óvodáskorú kisgyerekeik vannak, mindenféle lábbal hajtható, kézzel tekerhető, és mindenféle olyan szerkentyűvel, kis traktorral, kis motorral, babakocsival, és amit csak el tudunk képzelni a gyerekeknek játszó eszközt. Mutassák meg, jöjjenek végig, sétáljanak végig ezen a gyönyörű szép főutcánkon, és élvezzék együtt ezt a programot. Meglepetés flashmobba is készülünk, reményeink szerint egy gyerek flashmob is, és egy felnőtt flashmob is lesz ezen a programon. Hogy ez micsoda? Nem árulom el. Akit érdekel, az tartózkodjon itt 4 óra tájékában, és 4:30 tájékában a Kossuth utcán, Soltvad kerten, a Szüreti Fesztivál vasárnapján. Ami most egy újítás, hogy egy kicsit messzebbről fogjuk indítani a nagyobb gyerekeket, ugye a kicsiket innen az Arany János utca sarkától indítjuk a babakocsisokat és a 0-3 éves korú gyerekeket, a családokat, míg az iskolásokat és a felnőtteket pedig a focipályánál fogjuk gyülekeztetni, és onnan fogjuk indítani. Hajrá, fiatalok, lehet jönni rollerral, görkorcsolyával, mindenféle egyensúly érzékelő játékokkal, talicskával, kiskocsival, nagykocsival, minél mókásabb dolgokat találjatok ki, mert én nagyon bízom bennetek, hogy nektek is vannak ötleteitek. És ami viszont meglepetés lesz, hogy hatalmas nagy csapattal érkeznek a vadkerti hunok, akik nagyon sok vendéget hívtak, és ők egy nagyon-nagyon különleges látványossága lesz ennek a fölvonulásunknak, és reményeink szerint a borlovagjaink is meg fogják mutatni a csodaszép ruháikat, és a vendégeket is végig sétáltatják a város utcáin. Úgyhogy hajrá, Soltvadkert, mindenkit várok! Ugye egy-egy ilyen fesztivál hangulatához nagyon hozzátartozik a dal, a népdal, és most talán újításként az idei fesztiválon bordal versenyt hirdetett a város. Erről mit kell tudni? Hát igen, a jó bor és a jó lakoma, ez most mind a kettő a városnak a programjába szerepel, ugyanis egy borversíró, egy bordalíró versenyt rendezett, vagy írtunk ki, és nagyon várjuk még, és még van lehetőség még ezen a héten jelentkezni a Művelődési Házban. A feltételek a plakátokon nagyon jól láthatók, keressék a plakátokat, olvassák el, és írjanak, és hozzanak verseket. És még van lehetőség jelentkezni a Jó lakoma című főzőversenyünkre. Mindenféle ételt lehet főzni, lehet baráti társaságokat megvendégelni, mindenki a saját barátainak főzhet, és egyben részt is vehet ezen a versenyen. Úgyhogy várjuk a soltvadkertieket, hogy minél többen érjenek ezzel a lehetőséggel. És hát gondolom arra is hívod a soltvadkertieket, hogy ezt a 3 napot tiszteljék meg azzal, hogy bejönnek ide a városba. Hát ez a nagy szívügyem, és ezt most különösen, és azért is álltam ide ki a kamera elé, hogy nagyon-nagyon kérek mindenkit, hogy aki csak él és mozog Soltvadkerten, jöjjön el a programjainkra, nézze meg ezeket a lehetőségeket, segítsen nekünk, mert csak együtt, közösen tudjuk ezt a fesztivált olyanná varázsolni, hogy maradandó emlék legyen, és valóban elraktározhatjuk ugye a szívünk csücskébe ezt az élményt. Mindenkit várok, kicsiket, nagyokat, időseket, fiatalokat, együtt, kézen fogva jöjjenek a programjainkra.